melyik csapatban játszottál ma? A Betlen Gábornak a csapatában. Mióta focizol és miért kezdted el? Hát, úgy normális a csapatban, úgy 9 évesen. Rúgtál magad? 4-et. Veszem semmi. Voltak ilyennél többet, vagy számíthatsz arra, hogy gól király leszel? Szerintem nem leszek. Nekem az is elég, hogy a csapat legjobbjának megválasztottak. Húha, gratulálom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még egy különböző sárnyal emelem, igazából különböző különbözőcsán, a csapat legjobbja, Csatár Ádám. A csapat edzője Pint József volt. És a harmadik helyzet csapatokban a legjobbjának különböző vonalban fáradott, most fáradott ki. Donka Péter, Huszárdáris a légazgatóedvére lát a nőcsát. A harmadik helyen a Debrecenre Huszárdár iskola. A pontos helyen Huszárdár gimnázium, a társaskola és a művészetőzetését intézni Debrecenre. Egy külön díjat is nekünk igazgatóra gyűjtsön át, a csapat a legjobbja, Bellano Lőve. Köszönjük szépen, kérjük egy pár anyagot a helyetekre. A második helyen a levelek ifjúsági csapata nézett. Hát, ami jó a szívem.
köszönjük szépen, hálálatok össze lehetekre. És a győzteseknek járó díjátadására a Fagyőre Gálottó igazgatóra, Tetle Gábor általános összeképző iskola igazgatóját. Ebben az évben a győzelmet a Návénes cég levelek csapata nyerte, akik egyébként Betlen is a második csapataként indultak el, és valóban egy Betlen is lehet el is a csapatban, tehát semmi igazgató sem nem történt. Gratulálok, kívánok a kupát. Köszönjük szépen! Hány éve kerül megrendezésre a Betlen Kupa? A Betlen Kupát először az intézmény alakulásakor, a Betlen is alakulásakor rendeztük. 2003-ban volt az első, és ez a nyolcadik. És idén honnan vártak résztvevőket? Hát az első napra a gyülekezet iskolái közül csak a Szárgárd iskola Debrecenből jött el, és így a Betlen iskola, illetve a Dávid SC kapcsolati tőkéjét használva Vásárosnaményból, Nagykállóból is levelekről érkeztek csapatok. És hogy értékeli a napot? Ezt a mai napot nagyon színvonalasnak, nagyon hasznosnak értékelem. Nagyon nagyszerű volt az, ahogy a fiatalok, és itt elsősorban már gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy fiatal felnőttek. A focin kívül milyen versenyek voltak még? Hát a rajzverseny, ami nem volt, mert még holnap is lesz. A kézműves foglalkozás, ami nem verseny, de holnap is lesz. És a sakk az, ami szintén nem volt, mert ezekben a percekben is zajlik. A sakk az hasonlóképpen a Tokaj Kupához szintén egy nagy siker lett, mert ebben az évben 86 gyerek ült le sakkozni. Megelőzve a kérdést, ők Nagyhalászból, a Nyíregyházi Arany Gimnáziumból, Ricséről, a Nyíregyházi Sakkiskolából, Debrecenből, a Huszárgál iskolából és a Betlenből, valamint a Dávid SC-ből érkeztek, és hát vívják küzdelmeiket ezekben a percekben is. A külsősök milyen arányban vesznek részt a versenyeken? Hát a gyülekezeten kívüli szerintem 50-50 százalék, és itt elsősorban a focira, valamint a sakra gondolok, bár a saknak egy nagy részét a Huszárgál iskola adja, hiszen ott nagyon nagy hagyományai vannak a sakkozásnak, de Nagyhalászból kb. 40 sakkozó jött el. Egyébként az érdekesség az, hogy a Diák Olimpiai megyei döntőjében is a nagyhalásziakkal vívott a Betlen iskola egy nagyon nagy csatát. Azt megnyertük, és így ugye mi képviseljük az országos döntőben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. A labdarúgóknál ebben a korosztályban már észrevehető az, hogy a gyerekek inkább a tanulás felé fordulnak. Ezért, ahogy említettem az imént, két gyülekezeti csapat volt, a miénk, a Betlen, illetve a Huszárgál Debrecenből, és a többi csapat az a világi intézményekből érkezett. A helyiek milyen érdeklődést mutatnak a programok iránt? Hát ebben felemás az én megítélésem. A mai napon kifejezetten néhány gyerek jött el Demecserből rajzolni, holnap pedig néhányan el fognak jönni zongorázni, de sem a sok, sem a labdarúgás nem keltette fel az érdeklődéseket. Összességében hány résztvevő volt? Hát a mai napon az én számításaim szerint mintegy 200 gyerek volt, aki részt vett, hát a kísérőkkel együtt 250-260 ember, és a holnapi napon ez meg lesz, hogy mondjam, ismételve. Tehát összességében mindegy 500 versenyző, az, aki a két nap alatt összeméri tudását ezekben a versenyszámokban, és körülbelül 100 olyan kísérő, segítő, szolgáló van, aki aktívan részt vesz a programoknak a megvalósításában. És hát ezen felül vannak az érdeklődők, a szülők, a helyiek, akik kilátogatnak akár ide a csarnokba, akár az egyéb eseményekre.
Hát ők nekik az ő létszámukat egy olyan 100 és 200 közé tudom tagsálni. Bár holnapra sokkal több résztvevőt várunk, hiszen a kisebbeket, a labdarúgó csapatok esetében a szülők sokkal inkább el szokták kísérni. Nagyon szépen köszönöm. Én is nem, örömmel.